Jó estét kívánok, ez a közéleti magazinunk a 35 perc külön kiadása. 6 nap múlva európai parlamenti és önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon. A mai alkalommal ez utóbbira fókuszálunk, egészen pontosan a vármegyei listát indító szervezetek listavezető jelöltjei mutatkoznak be, mondják el programjukat, elképzeléseiket, Szabolcs-Szatmár-Berek fejlődéséről, mindezt fejenként 10 percben. Azt már egy hónappal ezelőtt kisorsolták, hogy a vármegyében állított és bejelentett listákon szereplő szervezetek nevét milyen sorrendben tüntetik fel a szavazólapokon a június 9-i választáson. Ez alapján első helyen a Fidesz-KDNP, a másodikon az Összefogás megyénkért, a harmadikon a Mi Hazánk, a negyediken a Nyírségi Civil Kontroll, ötödiken pedig a Demokratikus Koalíció szerepel. Mai műsorunkban is ebben a sorrendben érkeznek a vendégeink. Elsőként tehát Sesták Oszkárt, a Vármegyei Közgyűlés elnökét, a Fidesz-KDNP Vármegyei listájának vezető jelöltjét köszöntöm. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Jó estét kívánok. Elnök úr, egy mozgalmas 5 év áll mögöttünk. Mit tart a legfontosabb eleményeknek az elmúlt 5 évből? Sőt, mögöttem 2006-tól kezdve elég mozgalmas időszak áll, hiszen alelnökként, illetve elnökként több cikluson át is vezethettem a választók bizalmából a megyei, illetve a vármegyei közgyűlés munkáját. Nagyon érdekes volt ez az elmúlt időszak, hiszen 2006-tól 2011-ig alapvetően intézményfenntartó megyét működtettünk a megyei közgyűléssel, aztán 2011-től pedig gyökeres változás történt a megyei, illetve a vármegyei közgyűlés feladat és hatáskörében. Egy ilyen ősi intézménynél ez gyakran előfordul, hogy milyen feladatot kap éppen a közigazgatásban, az önkormányzatiságban, és most pedig a területfejlesztéssel foglalkozunk gyakorlatilag 2011-től. Ez sokkal jobban illik egy területi önkormányzathoz. Megtanultuk ezt a feladatot, hiszen már a második 7 éves európai ciklust terveztük meg. Ez fejlesztési programot jelentett, jövőképet jelentett, jövőbelül kitekintést jelentett 2030-ig, sőt bizonyos vonatkozásban 2050-ig, és ehhez kapcsolódóan integrált területi programokat. Egyelőre ezek a programok a Európai Uniós forrásoknak egy részére, egy nagyon fontos részére, a terület és település fejlesztési program a TOP programba épülnek, a TOP, illetve a TOP plusz programmal követte a TOP-ot, és olyan fejlesztéseket finanszírozunk, támogatunk ebből, amik közösségi fejlesztéseket jelent. Elsősorban települési önkormányzatok közösségi fejlesztéseit, oldákat, bölcsődéket, utakat, csapadékvízelvezetést. Ez jelent vállalkozások fejlesztését is, hiszen területi ipari parkokat, iparterületeket is fejlesztettünk a vármegyében, több kisebb, nagyobb városban, és olyan fejlesztéseket is, amelyek ugyancsak közvetett módon a gazdaságfejlesztés szolgálják. Ez a vármegyei, illetve megyei foglalkoztatási paktum program, amely munkahelyi megtartás, munkahelyi fejlesztést, munkahely bővítését jelenti, több ezer munkahelyet tudtunk így fejleszteni, illetve megőrizni a vármegyében. Ez is hozzájárult a munkanélküliségi adataink kedvező alakulásához. 2010-hez képest harmadannyi a munkanélküliség a vármegyében. Nagyon sok ember, aki akart és tudott, az munkába állhatott az elsődleges munkaerőpiacon. Az elmúlt néhány évben a Kölcsey Televízió is számos olyan programról tudósított, ahol nem épület épült, nem út épült, hanem közösség épült, tehát olyan közösség összetartó programok készültek, ez szintén uniós fejlesztés, ez is egy fontos feladat volt. Így van, a helyi identitás erősítése, amely kapcsolódik ahhoz a tevékenységünkhöz is, amely a hungarikumok gyűjtését, felkutatását, helyi értékek, megyei értékek bemutatását jelenti, ez egy nagyon szép mozgalom, amely a helyi identitást erősíti, ilyen módon nemzeti identitást is fejleszti, ezt is nagyon szívesen végezzük, és ehhez kapcsolatban valóban volt, és lesz is egy kicsit más formában olyan ugyancsak uniós támogatásról is megvalósult programunk, ami ezt a helyi identitást fejleszti, vagy megőrzi programokkal, közösségi rendezvényekkel, vetélkedőkkel, kiállításokkal és a legkülönbözőbb módokon. A következő 5 évnek a feladatait az részben már ki van kövezve, hiszen ugye nem esik egybe a vármegyei közgyűlés mandátuma és az uniós költségvetési időszak, tehát már elkezdődött egy újabb 21 és 27 közötti időszak. Mégis melyek azok a legfontosabb csomópontok, feladatok, amelyek a következő közgyűlés előtt állnak? Hát nagyjából ugyanazok a programstruktúrák jellemzik a következő pluszos időszakot is.
egy kirívó példát, ellenpéldát mondok, belterelődő útra is lehet a következő 7 éves a mostani fejlesztési ciklusban pályázni, sőt már át is adtunk településeken, belterelődő útfejlesztés, ez a korábbi időszakban nem volt lehetséges, ez egy fontos eredmény, hiszen ezt kezdeményeztük, hogy belterelődő útakra is lehessen pályázni. Egyébként a legnépszerűbb programok ezek, útépítés a Magyar Falu programban. Járdaépítés, de azt egy másik programból pályázhatják az önkormányzatok, ami tisztán hazai fejlesztési forrás, és hát ez nagyon fontos egyébként a felkészülésünk az uniós fejlesztések utáni időszakra. Ezért is jött létre a Területfejlesztési Minisztérium, Navracsics úr, miniszter úr vezetésével, hiszen történeti távlatban nincs olyan messze az időszak, amikor már a Magyarország kohéziós programokon nem részesülhet, azért, mert elértük az unió fejlettségének a 90%-át, és aztán területfejlesztésre a világ legfejlettebb országaiban is szükség van, területi egyenlőtlenségek mindenhol vannak, még az Egyesült Államokban is, még Svájcban is, és ilyen fajta programokra, állami programokra szükség van. És készülnek azzal a programozási időszakkal már a minisztériumban, amikor nem uniós fejlesztési forrásokkal, hanem hazai fejlesztési forrásokkal tudunk számolni területfejlesztési programokban. És hát ebben élénk együttműködésünk van már a minisztériummal, hogy milyen a következő uniós, mostani uniós fejlesztési ciklus utáni 7 évben, vagy abban az időszakban hogyan tudunk hazai fejlesztési forrásokkal talán még jobban a helyi közösségek igényeire épülő programozást végrehajtani, amely nem a szigorú uniós hát direktívákkal vagy brüsszeli fejlesztési programokkal számol, hanem talán még jobban igyekszik alkalmazkodni a helyi közösségek igényeihez, például a Magyar Falu programhoz hasonlóan. A Magyar Falu program most olyan fejlesztéseket finanszíroz, amiket uniós forrásból nem lehet finanszírozni. Ugye a Fidesz-KDNP vármegyei listája nagyon népes, 48 tagja van. Milyen logika alapján választották ki a oda kerülő politikusokat? Volt-e valami rendező elv? A területi reprezentáció nagyon fontos, tehát minden választókerület képviselteti magát a megyei listán ilyen módon. Szabolcsi, Szatmár is, a beregi részek is, sőt valamelyest talán még a járási logika is belejátszik ebbe. Mondod egy-két nevet egyébként a listáról? Filip Sándor, Básáros Naményból, de tudnék mondani nem csak polgármestereket, hanem más szereplőket is a listáról. Most nem sorolnám fel, mert hosszú lenne, így valóban. De büszkék vagyunk mindegyikre, hiszen gyakorlottak. Most 18 tagú a frakciónk a 24 fős közgyűlésből. Én nagyon elégedett lennék, hogyha ezt a 18-ast sikerülne újra megismételni. Persze a választók kezében vagyunk. Ha 5 év múlva beszélgetnénk ugyanitt, akkor mi az, amire nagyon büszke lenne, amit mindenképpen szükségesnek tart elérni ebben a következő 5 éves ciklusban? Nem egy fejlesztésre gondolok itt, hanem valami, ami tényleg jelentős, és erre az 5 évhez kapcsolódna. Hát változatom az elsődleges munkaerőpiacra való kijutást tartom fontosnak, és ilyen módon a roma, illetve a cigány lakosság integrációját, az együttélés módozatlanak megtalálását, ez nagyon fontos számunkra itt a Vármegyében. Magyarország számára is fontos, hogy ezt a közösséget integrálni tudjuk a munkaerőpiacra, és a helyi társadalmakban nagyon jó látni, hogy ez az integráció talán még a várakozásunkhoz képest is jobban halad. Persze ebben mindkét közösségnek fontos szerepe van, vagy fontos érzékenyítő szerepe van, hogy hogyan tudjuk ezt a közösséget még jobban integrálni a társadalmába. Aztán infrastruktúráról természetesen beszélnünk kell. A reményeim szerint 5 év múlva elévi a mindkét autópályaszakasz, mint Ukrajnát, pedig Máté szakát, és aztán a közösségi fejlesztésekben pedig minden szükséges bölcsődei férőhely meglegyen. A hulladékgazdálkodás még egy fontos terület, ahol nagyon sok dolga van a vármegyei önkormányzatnak, akár Kárpátalján is beruházásokat hajt végre. Gondolom, hogy ebben is jelentős változást hozhat ez a következő 5 év. Annál is inkább, mert egy magyar multi, a MOL, illetve annak a leányvállalata kapcsolódott be a hulladékos közszolgáltatásba. A hulladékos társulás elnöke is vagyok, így oldalvást, mely 240 önkormányzat munkáját
koordinálja ilyen módon is önkormányzati tulajdonú céget, birtokol a társulás, és valóban nem csak a mai Magyarország határain belül, hanem a Kárpátalján is a Tisza Európai Területi Társuláson keresztül. Júniusban fejezünk be egy szilárd hulladéknak a felépítését, amely azt célozza meg, hogy minél kevesebb szilárd hulladék kerüljön a Tiszába, illetve az élő folyóinkba. És hát Romániával, illetve a partium részekkel is fontos műemlék megőrző, illetve egy energetikai projektet tervezünk a következő 7 évben. Ezek is nagyon fontosak számunkra, ami közvetlen felelősségünk a határ mentén. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtam megkívásokat, és akkor június 9-én pedig választások. Így van, remélem minden többen vesztek részt a választásokon. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Folytassuk a műsort, második helyen találják a szavazólapon az Összefogás Megyénkért vármegyei listáját. Köszöntöm a stúdiumban a szervezet vezetőjelöltjét, Helmeci Lászlót. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meg kívást, képviselő úr. Egy nagyon széles összefogás eredményeként állt össze ez a jelölő szervezet. Kik szerepelnek benne, és melyek azok a legfontosabb ügyek, amelyeket önök fontosnak tartanak? Először mondanék néhány szót, jó estét kívánok a nézőknek én is. Ezt az egyesületet én még 2002-ben alapítottam, ez az összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséért. Ugye a alma a Szabolcs-Alanya, ezért az alma logó, és ezért megy az a reklám folyamatosan, hogy ahol az alma, oda tedd az iszet. Köszönöm, hogy felkonferált a műsorvezető úr, hogy a második helyen vagyunk valóban a szavazólistán. És ezt az egyesületet én azért hoztam létre annak idején, 2002-ben, mert a megyei politika az teljesen más, mint az országos politika. A megyéért, aki dolgozik, annak nem szabad se jobbra, se balra húzni, annak a megyei kérdésekkel miatt kell bemenni a megyeházára, amellett kell megszólalni. Na most én azért, hogy mondjam, 41 néhány éve vagyok az ügyvédi pályán, és hát több mint 30 éve vagyok a megye közéletében, hol a városnál voltam képviselő, hol a megyénél, hol mind a kettőben. Mert ugye egy ideig lehetett a megyei jogú városnak is képviselője adott esetben egy személy, utána a Fidesz hozott egy olyan szabályt, hogy vagy az egyikbe indult, vagy a másikba. Hát most már így, nem is tudom, azt hiszem, 98 óta a megyében vagyok, ugye voltam közgyűlési elnök az első 98-2002 között, és azóta is a megyei közgyűlésben vagyok, és 2002-ben, amikor ezt az egyesületet létrehoztuk, én azt akartam elérni, hogy, mert nagyon komoly pártpolitizás volt azért 98 és 2002 között is, és a problémát az okozza, hogy a fideszes a Fidesz szempontok szerint szavazgat. A baloldali az meg a baloldali párt szempontjai szerint szavazgat, sokszor akkor is, hogyha a megye érdekeivel ellentétben szavaz. Na most, tetszenek emléke, nem akarok nagy politikát ide behozni. De amikor Felcsúton megcsinálták a látványvasutat a miniszterelnök úr kedvéért, rohadt nagy pénzért, magyar és uniós forrásból, akkor innen vitték el a felújított mozdonyt, meg innen vitték el a kocsikat is. Felálltam a következő közül, és azt megkérdeztem a jelenlévő fideszes képviselőket, országgyűlési képviselőket és közös vezetését. Gyerekek, nem volt valaki, aki felállt volna, vagy oda ment volna, és azt mondta volna, ki hogy szólítja, mert én úgy szólítom, hogy Viktor. Ti meg úgy, hogy miniszterelnök úr. Viktor, miniszterelnök úr, csináljon magának Felcsút, vasutat innen ne vigye el, mert itt van 55 kilométer Nyíregyházától Dombrádig, jelenleg is járható út. Volt egy ember, aki válaszolni sem nagyon mertek, Tilki próbálta meg, hát ki is húzta rendesen a gyufát tőlem, ott mindenki előtt, közvetítette a tévé, vissza lehet keresni. Nekem
Én a Fideszből azért távoztam annak idején 2000-ben, önként kiültem a frakcióból, és kiültem a független frakcióból, azért, mert el akarták venni a 89-es költségvetésből a három megyés decentralizás támogatást, és megszerveztük, hogy ellene szavaztam a saját fideszes frakciómnak, hiszen én a Fidesz frakcióba ültem. Tehát a mi történetünk az arról szól, hogy minden kérdésben azt állítom, itt egy nagyon kiváló archívum van ennek a televíziónak. Erre a televízióra külön büszke vagyok, mert ahogy én közülés elnök lettem, akkor még csak Somogy megyében volt televíziója a megyének, azóta sincs olyan nagyon több. Én azt mondtam, hogy akárhonnan összeszedem a pénzt, de lesz nekünk egy televíziónk a megyébe, és megcsináltam. Ez a televízió azért van, együtt ünnepeltük nem tudom, hanyadik évfordulóját korábban. Nem egyszerű frekvenciát szerezni, nem egyszerű egy ilyen szegény megyébe ennek a televíziónak a működési költséget összeszedni, de olyan partnerekbe találtam a televízió vezetőinél, akik meg mentek is a pénz után, pályáztak, tehát mi, hogy mondjam, én nagyon sok mindenre büszke lehetek, akkor is megszavaztuk magunknak a decentralizált támogatást. Más kérdés, hogy ezzel én szembe mentem a Fidesz központi akarattal, ami akkor még nem volt ilyen erős, mint most, de már akkor is elég erős volt ahhoz, hogy cirkusz legyen, előbb ugye ki akart a kövérék záratni, nem tudtak itt, akkor megpróbálták az országos vázmányon, végül bírósági határozat útján kénytelenek voltak visszamenni, mert az azért mégsem bűn, hogy közülés elnökké választják az embert nagyon nagy fölénnyel, és így erről szólt a történet, hogy kiültem független frakcióba, és ezután volt az, hogy létrehoztuk ezt az egyesületet. Először közel 150 polgármester volt ebben az egyesületben. A közülés egynegyedét, közel az egynegyedét mi adtuk, 48 képviselőből 11-et. És én mindenkinek mondom, a Kölcsey Televízió archívumában minden létező közülés megvan. Bárkinek felajánlok nagyon komoly találói díjat, ha egyetlen egy olyan esetre emlékszik az elmúlt 21 néhány évben, hát most már 24 évben, hogy ne a megyei érdekében szavaztunk volna. Egyet nem fog találni. Amikor többen voltunk az összefogás frakciójában, akkor többen szavaztunk, amikor csak én voltam, akkor én. Most, hogy mi a jelentősége, hogy miért kell az, hogy ez a civil szervezet bekerülhessen a közülésbe, és minél nagyobb számmal. Ide nagyon komoly fejlesztési pénzek érkeznek. Na most a megyei közülés dönt a fejlesztési pénzekről. Kis középvállalkozások, egyéni vállalkozások, magánszemélyek, stb. A megye fejlesztés, önkormányzatok. Na most a Szentnek is maga felé hagyik a keze. A fideszes közülési tagok, azok nyilvánvalóan leginkább fogják preferálni egy támogatásnál a fideszes polgármestert, vagy a fideszes önkormányzatot. Mi meg azt támogatjuk, szerkesztő úr, aki jobban rá van utalva, amely pályázata jobb. Mert nekem a világon semmi bajom nincs a fideszes önkormányzatokat, tévedés ne essék, meg a függetlenekkel se. Én azért a közülés elnökével 31 néhány éve nagyon békességesen együtt tudunk politizálni Sesták Oszkárral, akit én egy jó közülési elnöknek tartok, kompromisszumkész, lehet vele együtt dolgozni. De ettől függetlenül meg szokott indulni az ilyen-olyan politikai lobby pénzosztásnál akárról. Én nekem azt tudom mondani, hogy minket nem tud senki számon kérni, hogy valakit helyzetbe hoztunk és kapott x millió forintot, csak azért, mert nekem a rokonom, mit tudom én, a mi hozzánk közeli, vagy a mi listánkon van. Még valamire azért büszke vagyok. Tessék elhinni, hogy higgyék el a nézők. Nem én kerestem meg a pártokat azért, hogy álljatok be mögém. Azért, amire én azért büszke vagyok, bármilyen furcsa, azért ennek az országnak az egyik legnagyobb pártja volt korábban, a Szocialista Párt kormányom volt, az egykori kormányzó párt egyik minisztere a mi listánkon van, nem az egyik, mert azért a pénzügyminiszter az mindig a miniszterelnök utáni talán legerősebb miniszter, dr. Veres János, aki azért Nyírbátorba csodát tett, maradjunk annyiban.
csodát tett. Itt vannak a jobbik konzervatívok mögöttünk. Adorján Béla, együtt politizálunk, a korábbi megyei jobbik megyei elnök volt. Meg kell nézni a hozzászólásait, hogy hogyan, milyen aktív a megyei közülésbe. Itt van a erős sorrend, az úgy alakult, hogy ki mennyi aláírást kapott, hogy elinduljunk a közülésbe. 1700 helyett több mint 10 000 aláírást kaptunk, sokszorosát. Itt van az MSZP jelenlegi elnöke, tanárember, Lukács Róbert, dr. Lukács Róbert, és hát ő kórházi főorvos. Tehát van közgazdászunk, a miniszter úr agrárközgazdász személyében, az én személyemben, ügyvéd és jogász, van közöttünk tanár, és hát az Adorján Béla személyében pedig egy népi iparművész. És tehát én azt gondolom, hogy, meg hát a főorvos úr, én azt gondolom, hogy de a listán van még a listánkon, ami nem látszik a szavazólapon, mert csak 5 látszik. Van még rajtuk kívül még a listánkon további korábbi országgyűlési képviselő és tanárok, a polgármesterek, Kótai polgármestere például, Orosz Misi rajta van, Szabados Jóska, egykor alpolgármestere volt Baktának, korábban tanácselnök is volt. Színes a lista. Elnézést kell kérnem, de letelt a 10 percünk, ennyi volt lehetőségként adva minden jelölő szervezetnek. Szerintem, aki meghallgatta a beszélgetésünket, az képet kapott arról, hogy mire számítottja. Tehát, a hogy mondjam, egy mondat mondok még. Tehát az a lényeg, hogy itt jöhet itt mindenki. Most én jöjjek elő jogsegélyprogrammal, hát az egész életem egy jogsegélyprogram. Hát akinek baja van a politikában, vagy visszaságokat lát, jön hozzám magától is, hogy ügyvéd úr, nézzem már utána. Tehát, hogy mondjam, lehet itt jogvédőprogrammal civil egyesületet csinálni, de hát egy program kell a megyei közülésekbe. A megye minden előtt. Köszönöm itt van szépen. Vége. Köszönöm a lehetőséget. Folytassuk műsorunkat, a harmadik helyen a Mi Hazánk vármegyei listája szerepel a szavazólapon. Vezető jelöltjük Apáti István országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. A Mi Hazánk hogy látja, melyik azok a legfontosabb ügyek, amelyek a következő 5 évben a vármegyei közgyűlés előtt állnak, és amelyeket mindenképpen megoldanának, hogyha jelentős erővel képviselnék magukat a következő közgyűlésben? A legfontosabbnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők munkahelyeinek megőrzését, új munkahelyek létesítését, és ami még ettől is fontosabb, a fizetések szabad szemmel és jól látható mértékű megemelését tartjuk, hiszen továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében keresnek a legkevesebbet az emberek. A vármegyei átlagos nettó havi fizetés 271 000 forint a KSH adatai szerint, de mindjárt hozzáteszem, hogyha ezt egy Szabolcs-megyei ember meghallja, akkor a legtöbb esetben hozzátesz, hogy de hol van az a 150, vagy hol van az a 200 000 forint, hiszen nyilván ezt a 271 000 forintot úgy számolták ki, hogy mondjuk Nyíregyház és környéke fölfelé húzza ezt az átlagot, és biztos vagyok benne, hogy a legtöbb megyében élő honfitársunk még nettó 200 000 forintot sem visz haza. Na most ez a jelenlegi környezetben, főleg az inflációs környezetre, az élelmiszerárakra, a mindennapi megélhetés költségeire tekintettel rendkívül csekély mértékű, még a 271 000 is. Éppen emiatt tartjuk fontosnak országosan, és ebben a vármegyében különösen, hiszen ez a vármegy az iskola példája a Mi Hazánk egyik legerősebb programpontjának, a mezőgazdaságra települt feldolgozó ipar újraélesztésének, hiszen óriási hibának, nem csak hibának, hanem történelmi bűnnek tartjuk, hogy a kormánypártok a közelben lévő Debrecenben és egy Nyíregyházán is az akkumulátoripari beruházásokat erőltetik. Ez tönkretesz a termőföldeket, szennyezi a vizet, a vízkészletet, és megjegyzem, hogy akár az ivóvízkészletet mennyiségileg is jelentős mértékben csökkenti. Isten adta adottsága van ennek a megyének a mező- és erdőgazdálkodásra, hogy más nem mondjak, akácból nagy hatalomnak számít, nem csak Magyarország, hanem konkrétan Szabolcs vármegye, hiszen Európa akácfa készletének jelentős része itt ebben a megyében található, de nem csak az erdőgazdálkodás, hanem a mezőgazdaság is sokkal
előkelőbb helyen kellene, hogy szerepeljen, viszont az államnak a forrásokat ebbe az irányba kellene áramoltatni. És hogyha most valaki megkérdezi, hogy jó, szépek ezek a tervek, de honnan lesz erre pénz, jelzem, hogy akár a központi politikában, akár majd a vármegyei közgyűlésben, a fontossági sorrend felállításában szeretnénk komoly érdekérvényesítő képességet felmutatni. Tehát, hogy a rendelkezés álló pénzeket milyen fontossági sorrend szerint költi el jelen esetben a vármegyei közgyűlés, az azért mégiscsak meghatározza a megye jövőjét, hiszen itt azért a zöldség, gyümölcsfeldolgozásra rá lehetne települni, különösen a megyében termelt gyümölcsökre gondolok, de akár az állattartást is említhetném, a szántóföldi növénykultúrák, a szántóföldi gazdálkodás keretében megtermelt javakat itt a vármegyén belül kellene feldolgozni, amely nem közmunka jellegű, hanem piaci alapú munkahelyeket tudna teremteni, hiszen minden mások ezután következik, hogyha munkahelyeket teremtünk, munkahelyeket őrzünk meg, és a nettó havi jövedelmet jelentős mértékben meg tudjuk emelni, akkor Szabolcs vármegye vonzó perspektíva marad, és nem folytatódik az az őrületes lejtmenet, amit az elmúlt évtizedekben láthatunk, hogy egyrészt előregszik a vármegye, másrészt pedig elköltöznek innen a fiatalok és a középkorosztályhoz tartozók, kevésbé rossz esetben az ország más vidékeire, a legrosszabb esetben pedig külföldre. Ezt mindenképpen szeretnénk megállítani, és hogyha ezt rendbe tettük, akkor nyilvánvalóan emellett még kell foglalkozni a megye egészségügyi helyzetének javításával, az úthálózat javításával, az oktatási helyzettel, de a legfontosabb az, hogy kenyér legyen az asztalon és minél magasabb fizetés. Ugye a vármegyei közülésnek fontos feladata volt az elmúlt 5 évben is, hogy az uniós források elköltésénél javaslattevő szerepben tűnjön fel. Azt szerint akkor önök ebbe az irányba vinnék az uniós pályázatokat is. Pontosan, és még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni. Nem csak a mezőgazdaságra települt feldolgozó iparban látjuk a perspektívát, és ezen egyetlen ellenzéki párt vagyunk, amelyik nem csak azt mondja meg, hogy mit nem akar, hanem azt is hozzátesz, hogy ahelyett, amit nem akar, mit szeretne. Ha megnézzük a baloldal pártjait, azt látjuk, hogy ők folyamatosan tagadásban vannak, tehát nekik éppen semmi nem jó, ami történik, vagy az nem jó, ami történik, de nem mondják meg, hogy mit kellene helyette csinálni. Mi azért mondjuk azt, hogy akkumulátor és autóipari beruházások, vagy túlzott mértékű beruházások helyett mezőgazdasági feldolgozóipar. De van egy másik fontos szegmense a megye életének. A vármegyei közgyűlés motorja kellene, hogy legyen a vállalkozás fejlesztésnek is. És persze van bennem egy természetes elfogultság, hiszen a Parlament Vállalkozásfejlesztési Bizottságának elnöke vagyok, és pontosan látom azt, hogy a legtöbb magyar vállalkozás, ez is országos probléma, amely ezt a vármegyét sokkal súlyosabban érinti. Tehát országos probléma az, hogy a vállalkozásfejlesztési forrásokat, legyenek ezek munkahelyteremtő, munkahely megtartó források, bér, járuléktámogatások, vagy éppen szó szerint mondjuk eszközvásárlásra a szószoros értelmében vállalkozás fejlesztéshez kapcsolódó források egy szűk körnek írják ki, egy szűk kör számára elérhető. A vármegyei közgyűlés jelzéseket kellene, hogy adjon a döntéshozóknak a tekintetben, hogy nem szűkíteni, hanem szétteríteni kell a forráskiosztást, hiszen akármit is beszélünk, nem a kínai multik, és nem az autóipari multik, hanem a parasztgazdák, és a mikro, kis és középvállalkozók, főleg a mikro és kisvállalkozók a legnagyobb munkáltatók, akik a munkahelyek fenntartása és az előbb említett munkabér növelés érdekében közvetlenül döntéseket tudnak hozni. Úgy azonban nem lehet fejleszteni egy gazdaságot, és nem lehet fejleszteni egy vármegyét, hogy egy szűk kör, a mindenkori kormánypártokhoz közeli szűk kör tejben, vajban, mézben, 24 karátos aranyban fürdik, a többi meg éhen pusztul, csődben megy, vagy megoldja, hogy tudja. A listán kik szerepelnek? Hogy lehet őket ismerni, részt vesznek nyilván a megyei közéletben? Így van, hát vannak köztük régi jobbikos harcostársak, akik az Ó-Jobbik idejében, hogy így mondjam, tehát a Jobbiknak a vállalható valóban nemzeti konzervatív politizálás időszakában már itt voltak. Nem titok, itt ugye a háttérbeszélgetés során érintettük is, hogy szerint személyem azért szerepel a lista elején, mert nagy képviség nélkül, de kell önbizalommal arra gondoltunk, hogy a legismertebb a Mi Hazánk politikusai közül ebben a megyében én vagyok, és bízom benne, hogy jelentősen sikerül növelni a Mi Hazánk listájára leadott szavazatszámot. Utánam következik az a Bakó József, aki, hát ha úgy tetszik, itt a igazi karakteres jobboldalnak régi figurája, mondhatnám egyfajta ősapa, bár nem annyira idős még Józsi, hiszen ő itt volt a MIÉP alapítás időszakában szerepet játszott a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom megyei szervezésében, aztán Jobbik alapító volt, és a Mi Hazánkba is még tőlem is hamarabb érkezett.
jelen pillanatban Kálmánházánál vállalkozóként dolgozik, egészen pontosan egy magáncégnek vezetőbeosztású alkalmazottja. Neki is kifejezetten jó az érvelőkészsége, és meglehetősen nyakas, makacs, konokember a szó jó értelmében ahhoz, hogy a megyei és a megyében élő, emberek érdekeit tudja érvényesíteni. Aztán ott van régi harcostársam, Szatmári Lajos, aki egyébként Máté Szalkán az egyetlen ellenzéki polgármester jelölt. Tehát ott tartunk, hogy 2024-ben egyetlen egy ember tudott felállni csak a kormánypárti polgármester szemben. Vagy említhetném sorrendtartás nélkül Váradi Barnát, aki a Beregi körzetben. Ha az országgyűlési besorolást nézzük, akkor a Vásáros-Naminszékhelyi választókerületben lakik. Ő is régi megbízható harcostárs. Neki a Lónyai hídtól megkezdve a környéken élők életkörülmények javítása kiemelkedően fontos. De említhetném, mondjuk a lista 5. helyén azt a Radvánszky Ágnest, aki PAP településen lesz polgármester jelölt. Ő független státuszban indul a Mi Hazánk mozgalom támogatásával. Viszont pontosan az a szó jó értelmével egyszerű szabolcsi asszony, aki házi gondozóként dolgozik a településen, és elképesztő mértékű munkát végzett a kampány idegi időszakában is, és az a tény, hogy amilyen könnyen, amennyi rövid idő alatt, ahányan aláírták meg az ajánlásokat, az bizonyítja, hogy egy jó bányozott és rendkívül népszerű ember a munkája lévén vált népszerűvé. És mondhatnám egyébként a lista 3. helyén azt a Pari Attilát, aki szintén régi ember a Nemzeti Radikális Oldalon. Ő sokáig a Nyírbátor központú választókerületben lakott, Nyírbihájdiban, azon körülbelül egy olyan 7-8 éve Máté Szalkán lakik. Ott indul egyébként képviselőként, és jelen pillanatban ő a Mi Hazánk mozgalom megyei elnöke. Nagyon bízom benne, hogy az utánam következők közül és a felsoroltak közül minél többen ott lesznek a vármegyei közgyűlésben. Azt tenném még hozzá, szerkesztő úr, hogy igaz, hogy a szavazólapon a sorsolás eszélye folytán a 3. helyen szerepel a Mi Hazánk mozgalom, de az ellenzéki pártok közül elsőként adtuk le ebben a vármegyében is a szükséges számú ajánlást, jóval a határidő lejárta előtt, tehát a kormánypártokat követően mi voltunk a következő párt, az ellenzékből az első, amelyik leadta, ráadásul első nekifutáson meg volt a szükséges számú aláírásunk, ez követte az országos trendeket, hiszen az EP lista állításnál is a Mi Hazánk mozgalom volt az első ellenzéki párt, amely rögtön első nekifutása minden erőködés nélkül bőven a szükséges limit feletti aláírás számot összegyűjtötte és leadta. Úgyhogy egy kemény kampányidőszakon vagyunk túl, és az utolsó napok is kemény véghajrával telnek, hiszen anélkül, hogy panaszkodnék, azt kell mondanom, hogy torony magasan a legkevesebb pénzből mi kampányolunk, azonban mégis biztos vagyok benne, hogy önmagában nem csak a pénzem múlik, nyilván nagy segítség, hogy a kampányhoz közökre bővebben jut, de biztos vagyok benne, hogy a Nyíregyházi megyei jogú városi közgyűléstől megkezdve a Szabolcsvár megyei közgyűlésen át valamennyi vármegyében ott lesznek a képviselőink, valamennyi megyei jogú városban ott lesznek a képviselőink, és az EP lista eredményünk is lényegesen jobb lesz, mint ahogy a legtöbbször kárunkra tévedő közvéleménykutató cégek azt most kimutatják. Meglátjuk 9-én. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget. Folytassuk a műsort. A vármegyei lista a szavazólapjának 4. helyén találják a nyírségi civil kontrollt. Vezetőjelöltjüket, Orosz Mihály Zoltánt is köszöntöm itt nálunk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm én is a nézőket. A nyírségi civil kontroll a jelöltek között az a szervezet, amely nem párt, nem pártszövetség, hanem egy civil egyesület. Miért döntöttek úgy, hogy elindulnak ebben a versengésben? Azt gondoljuk, hogy a közéleti kultúrát mindenképpen fejleszteni kell, és egy teljesen más alternatívát kellene meghonosítani a közélet működtetésében, mert én azt gondolom, hogy a pártoknak a dominancia és az uralma az sok szempontból károsan hat a közéleti kultúrára, és mindig ezt szoktam a barátaimnak mondani, hogy a pártokkal az elsősorban a bajom, hogy azok egy ilyen nagyon zárt, propaganda körül szerveződő szervezetek, amik valójában mindig a saját pillanatnyi politikai érdekük szerint
kontraszelektálják a társadalmat, mert olyan embereket próbálnak behozni a pártba, és olyanokat toboroznak, akik elsősorban propagandisták, és mindig a propaganda általi terjeszkedéssel vannak elfoglalva, és nem a valódi, konkrét terepgyakorlatokkal és a valódi problémáknak a feltárásával. Tehát ez az egyik probléma, hogy mondom, kiüresítik a közéletet, mert elsősorban így mondom, hogy biorobot típusú propagandistákat keresnek, toboroznak, és minél több ilyen kell, és valójában a központi pártpropagandát kell nekik terjeszteni, és a másik problémám még a pártokkal az, hogy valójában a folyamatos egymás közti torzsalkodásból állnak ki, és az egymás közötti mutyiknak a megoldásából látszik egyébként most is, hogy valójában a mutyik és a saját érdekei közül, mondjuk az ellenzéki pártokat, hogyha megnézzük, már végén mindenki mindenkivel össze tud fogni, csak azért, hogy a saját hatalmukat úgymond fent tudják tartani, és én ezt azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma a közéletben. Látszik egyébként, hogy nagyon sok pártot megelőztünk, tehát nagyon sok párt nem is tudott elindulni, tehát annyira nincsenek benne a gyakorlati munkába, hogy ezt a 2000 ajánlóívet nem tudták összeszedni. És ezért mondom mindig, hogy helyette egy olyan alternatívát kell képviselni a magyar közéletben és a magyar társadalomban, ami sokkal többet van egyrészt mindig így mondom a terepen, tehát a terepgyakorlatok végez, tehát a lakosokkal sokkal intenzívebb kapcsolatot tart, és sokkal több konzultációt folytat. Tehát nem azzal van elfoglalva, hogy a propagandát hogyan tökéletesítse, és a propagandát hogyan tolja le a társadalomnak a torkán, hanem valódi kontaktust tart az adott személyekkel, és ezt szeretnénk mi alternatívaként megmutatni, hiszen Nagy Kállóba is én, meg érpadaki polgármesterként is nagyon sok munkát végeztem a lakosság körébe, és a valódi problémák feltárásába, bemutatásába, és a lakosság bevonásával történő megoldáskezelésbe. És azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van itt a Vármegyében is egy ilyen megújulásra, hogy a valós problémákat feltárjuk, azt bemutassuk, és hogyha be tudjuk ezt mutatni, akkor azt gondolom, hogy közösen egyrészt az érintett lakosokkal és a településekkel, meg a Vármegyei Közgyűlés egyéb tagjaival nagyon konstruktív megoldásokat fogunk tudni kitalálni. Nagyon sok mintaprojektet szeretnék egyébként, amit franchise jelleggel tudnánk úgymond alkalmazni. Én azt gondolom, az is egy nagyon nagy probléma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és hogy rengeteg jó példa van, de a jó példák azok nem ismertek. Tehát ezt is szeretnénk felvállalni, hogy kimenni, bemutatni, feldolgozni, és azok a többi település számára úgymond ilyen, mondom, minta jelleggel ajánlani, és utána ezekből egy ilyen hálózatokat létrehozni, és úgy, ha lehet, akkor központilag is próbálni finanszírozni, hogy ezek ne csak ilyen egy-egy településen működő kezdeményezések legyenek, hanem ez ismertek legyen, és a finanszírozása minél jobb legyen. Tehát ez is egy fontos feladatnak gondolom, mondom a pártok közötti torzsalkodás helyett, mert ők mondom, vagy veszekednek a pártok egymással, vagy mutyiznak. És ezért is választottuk jelmondatunknak, hogy stopp a pártmutyikra, mert ebből már elegünk van, és helyette ki kell menni, mondom, a lakosok közé, és a másik még, amit szeretnénk csinálni, majd utána a harmadiknak majd fogom mondani a fő tevékenységünket, csak azt ismerjük legjobban, hogy szeretnénk egy ilyen jótékonysági hálózatot is létrehozni, hiszen azt látjuk a terepgyakorlatok során, hogy rengeteg rászoruló ember van, aki segítségre szorul, és nagyon sok jó szándékú ember is van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, de ezek közt a híd az nincs megteremtve. Tehát ezért a rászorulók és az adakozók közötti hidat szeretnénk létrehozni. Ez nagyon jól működik ebben Nagy Kállóban már, ez a fajta közvetítő szerep, adomány és segítség közvetítő szerep. Ez lehet jogsegély vonatkozásba is, tanácsadás vonatkozásában, adománygyűjtés vonatkozásában. Tehát ez sokrétű egyébként ez a támogató szolgálat. Tehát ez is egy olyan hiánypótló tevékenység lenne, amit azt gondolom, hogy mindenképpen megyei szinten is el kellene terjeszteni, és meg kellene erősíteni. Volt már szó a képzésről, volt már szó a jótékonykodásról is. És a harmadik, amiről legjobban ismernek bennünket, hiszen arról van a legtöbb videó fent, az pedig a teljes nevünk, az Nyírségi Civilkond és Jogvédő Iroda, tehát az pedig a jogsegélyszolgálat és a különböző állami szerveknek a visszaéléseit, esetlegesen tehát
úgymond bármi, ami olyasmi, hogy feljelentést, vagy közérdekű panaszt igényel, vagy közérdekű adatigénylést igényel, tehát ezekben azt gondolom, hogy nagyon komoly rutinunk van már, és ebbe szeretnénk segíteni, hiszen látjuk, hogy rengeteg visszaélés is van, annak ellenére, hogy nagyon sok korrekt állami hivatalnokkal, rendőrrel, NAV-ossal, végrehajtóval is találkozunk, de azt látom, hogy ugyanakkor párhuzamosan jelen van a rendszerbe a sok-sok visszaélés és a korrupció, és azt gondolom, hogy a szerveknek a korrupt rétegeivel, nyilván az önkormányzatoknál is látom, hogy vannak példás önkormányzatok, és vannak nagyon, nagyon sok visszaélést elkövető önkormányzatok, és ezért is mondjuk, hogy ezt a jogsegélyszolgálatot, amit mi Nagykállóba és a környékén már működtetünk, meg a megyébe, ezt is mindenképpen szeretnénk megerősíteni, és ezt is ilyen hálózatszerűen kiterjeszteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe több központtal. Ezeknek nyilván a központoknak az lenne a legfontosabb feladata, hogy a tényfeltárásba, dokumentációba nyújtanának nekünk segítséget, és utána pedig nyilván ügyvédi irodák bevonásával és igyekeznénk segíteni. Egyébként megdöbbentem egyébként, hogy mondjuk a végrehajtó, így mondom, maffia révén mennyi kárt okoznak a magyar társadalomnak, és ezt már most innen is üzenem egyébként, hogy az egy kiemelt projektünk lesz, hogy a végrehajtói visszaélésekkel nagyon sok feladatunk lesz, mert abban volt a legtöbb jelzés egyébként, hogy a végrehajtók hogyan verik át, és hogyan taszítják egyébként a nehéz sorsú embereket még nehezebb helyzetbe, és ezt akarjuk még hozzá, mondom, kiegészítőként mondani, hogy akkor a jogsegélyszolgálatot, tehát ezt a jogvédő rendszert akarjuk megerősíteni. Nyilván, amit számtalanszor mondtunk, hogy a közgyűlésbe is, mivel nem tartozunk az egyik párt falkához se, ezért nagyon könnyen tudunk konstruktívan együttműködni bármelyik párttal, mert bármelyik párt, ami a közérdek érvényesítésben akar jeleskedni, vagy olyan projektet hoz fel, vagy olyan projektet indít, akkor mi maximálisan a szövetségeseik leszünk, és hogyha viszont bármelyik pártnál, hogyha korrupciót vagy visszaélést tapasztalunk, akkor pedig nyilván úgy gondoljuk, hogy ugyanígy a jogi tanácsadási tapasztalataink révén azt a korrupciót mindenképpen akarjuk akadályozni, és ezért tudunk egyébként, mondom, mindenféle párthoz tartozó emberrel is együttműködni, hiszen mi a pártok közötti árokásást ezt semmiképpen nem akarjuk folytatni, az árkokat be akarjuk temetni, és ezt szoktam mindig hangsúlyozni, hogy ember-ember közötti baráti szövetségeket akarunk építeni, és ezáltal a társadalom szövetét minél jobban újra akarjuk szőni, és meg akarjuk erősíteni, és én bízom benne, hogy ha felhatalmaznak bennünket a négyes sorszámat és a négyes oszlopban tetté X-ükkel majd a Szabolcs-Szatmár-Beregi választópolgárok, akkor mi igyekszünk ezt meghálálni nekük, és bebizonyítani azt, hogy a közéletbe egy teljesen más típusú tevékenységgel hozzá lehet járulni Szabolcs-Szatmár-Beregmere felemelkedéséhez. Egy percünk van még. Ön egy országosan ismert politikus. A többiekről, ha röviden mondana néhány szót, akik a listán szerepelnek. Hát azok kollégáim, akik segítették a munkámat. Egyébként Bereznyák Mihály, aki nagyon sokat dolgoztunk együtt, ő Mária Pócson indul polgármester jelöltként. Van közöttünk kulturális szakember, a Uri Valéri, aki nagyon komoly, úgymond népművelő tevékenységgel, vagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, és gyakorlatilag ezt a tudást is szeretnénk, hogyha bekerülünk, a Vármegye javára fordítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt, és hát akkor sok sikert kívánunk a 9. választáson. Reméljük. Isten áldását kívánom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. A szavazólap sorrendjének 5. helyén pedig a Demokratikus Koalíció áll. A párt vármegyei listavezető jelöltjét, Sárosi Zoltánt hívtuk a műsorba, de azon sajnos nem tudott részt venni. Kedves nézőink, eddig tartott a 35 perc külön kiadása. A megszokott formátumban új műsorral szerdán jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!